Jobbikot alkotó kezdeti közösség számára is elfogadhatatlan volt az időben számtalan olyan privatizáció, amelyről kiderült később, hogy igazunk volt. A fővárost vonatkozásában is elfogadhatatlan az a helyzet, hiszen stratégiai fontosságú cégek kerültek privatizációra, amelyről ma már pontosan tudjuk, hogy mekkora kárt okozott, mint a fővárosnak, mint a lakosság számára. Örömmel értesültünk arról, hogy a városvezetésnek is fontos ezen cégeknek a visszavásárlása, illetve olyan szerződéses megoldások keresése, amelynek eredményeként ismét a főváros tulajdonába kerülhetnek. A Jobbik a vízművek vonatkozásában még egyszer a városvezetés mellett van, és dicséretesnek tartjuk azt a törekvést, ameddig sikerült eljutniuk. Bennünket az elmúlt pár napban avattak be ezekbe a munkákba, ezekbe a tájékoztatókba, így viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk. Ezek az ismeretek, amikor napvilágot látnak, és mi magunk is már olyan ismerettel fogunk rendelkezni, amiben a véleményünket meg tudjuk fogalmazni, akkor ezt megtesszük és tájékoztatjuk a sajtót. A számításaink szerint a vízdíjak vonatkozásában az 1997 óta megkötött szerződés tekintetében jelentős áremelés történt, amit egyelőre nem látunk indokoltnak, így az elkövetkezendő időben olyan előterjesztéseket kívánunk tenni, amelynek eredményeként mind a lakosságot terhelő díjtételek csökkenhetnek. A mai napirendi pont vonatkozásában ezt az előterjesztést a közgyűlés zárt ülésen fogja tárgyalni, így a jelenlegi ismereteinkről sem tudunk sokkal többet elmondani. A mai napi rendi pontok között ugyan nem szerepel, de az elmúlt pár napban jutott birtokunkba olyan ismeret, hogy az országgyűlés 2011. december 29-én megváltoztatta a telekadóra vonatkozó törvényt. És ráadásul ezt tették úgy, hogy az adó törvények megváltozása az január 1-től már hatályos. Ez önmagában is felveti a törvénykezési anomáliákat, de az, amit eredményez tényszerűen, az az, hogy a főváros cégei jelentős mértékű adóteher alá kerülnek, amelyeket képtelenség igazdálkodni. Kiemelném, hogy ez a változás a közterület fenntartó részére mintegy 220 millió forint becsült összeget jelent, a gyógyfürdők tekintetében 320 millió forint, és kiemelném, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet számára pedig közel 1 milliárd forintot jelent. Ez olyan mértékű megterhelés, ami alapján tényszerűen a Budapesti Temetkezési Vállalat bezárja a kapuit. E tekintetben, hogy ez mégse így legyen, a Jobbik országgyűlési frakciója mai nap törvénymódosítási javaslattal él, ad le, és bízunk abban, hogy ha a kétharmad el is hibázza a törvényalkotást, reményeink szerint a mi beadványunkra mégsem következik be olyan helyzet, ami visszafordíthatatlan a főváros tekintetében. A BKV hitelt megszavazzak? A BKV hitelt megszavazzuk, igen. Egészen egyszerűen mindazok az általunk megismert formációk, amelyeket a bankok megfogalmaznak, azokkal kapcsolatban egyszerűen nincs mozgástere a BKV-nak és a fővárosnak sem. Mi nem látunk rá lehetőséget, elfogadhatatlan számunkra az, amit a kormány ez ügyben tesz. 2011. szeptemberében született egy olyan kormányhatározat, ami szerint fizetési kötelezettséget vállalt az állam a BKV terheinek az átvállalására, illetve kifizetésére.
el kell mondanunk, és számtalanszor meg kell fogalmaznunk azt, hogy ez az elmúlt időszak, az elmúlt 20 év hozadéka, és e tekintetben egy olyan kényszerpályán van a főváros, amely az összes közműcégeket is érinti, illetve a teljes főváros működését terheli. Ezen túl kell lépni, és amikor ezen túllépünk, ki lehet alakítani olyan megoldásokat, amelyek során a teherviselés megoszlik, és mindenki a saját szerepének megfelelően egy valódi közösségi közlekedést képest működtetni. Én még egy pár szót szólnék a vízművekről, így két dolog között kellett vacilálnunk. Az egyik az azonnali felmondás, a másik az visszavásárlás. Legszívesebben, hogyha a Budapestnek az anyagi helyzete megtehetné, és vállalhatna egy ekkora kockázatot, akkor az azonnali felmondás mellett döntöttünk volna, ugyanis jogalapunk van rá, viszont egy nemzetközi pernél, ez egy francia-német cégről van szó, tehát kapnánk egy belga, vagy akár egy osztrák bírót, akkor óriási kockázati tényezőt vállal a város, mert akár egy 50 milliárdos büntetést is kaphatna a főváros. Ezért úgy döntöttünk, hogy egyetértünk a visszavásárlással, egyetértünk a visszavásárlás árával is, ugyanis ennél lejjebb már nem lehet tolni az árat, így is több 10 milliárdos, tehát konkrétan 30 milliárd fölötti megtakarítást hoz 10 éves távlatban a városnak. Viszont ez egy jó fölhívás keringőre a következő privatizációs szerződések újra tárgyalására, tehát tovább kell mennünk a csatornázási művekre, akár a főgázra. Úgyhogy jó munkát kívánok a városvezetésnek, ez a pozitív és előremutató intézkedések meghozatalához. Önök hol látják azt a 15 milliárdot? Még egyszer? Önök hol látják azt a 15 milliárdot, amiben a visszavásárlás kerül? Hol látjuk? Igen. 15 milliárd forintba kerül a visszavásárlás, 16,5 milliárdot kellett volna a szindikációsi szerződés felbontásakor fizetni. Ebből sikerült 1,4 milliárd forintot a városvezetésnek lealkudnia. Csak azt hallani, hogy üres a kassa, a BKV pedig ja, de hogy megállt. Mivel zártülési az anyag, megvan rá a forrás, erről nem nyilatkozhatok. A mai közgyűlésen három olyan napirendet fogunk tárgyalni, ami nagyon fontos a város szempontjából. Első ilyen a kórházaknak a állami kézbeadása, amit a Jobbik frakció nem fog támogatni. Azért nem fogjuk támogatni, mert a budapesti kórházaknak bizonytalan a sorsuk a mai napig. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mi lesz a állam által felértékelt 100 milliárdos ingatlan vagyonnal, ami elmondásunk, vagy mi elképzelésünk szerint meghaladja a 150 milliárdot, és az se derül ki az előterjesztésből, hogy szándékozik-e a kormányzat a fővárosi kórházakat bezárni. Ezért nem fogjuk támogatni az előterjesztést. A másik ilyen a szociális intézmények térítési díjainak a emeléséről, amit szintén nem fogunk támogatni. Azért nem fogjuk támogatni, mert jelenleg a kormányzat a állami normatíva több mint a felét, 120 több mint a felét elvette a kórházak vagy a szociális intézményektől. Ezeket az idős embereket további sarcokkal nem lehet sújtani. Azért nem lehet sújtani, mert most is a 30-40% már képtelen megfizetni a térítési díjat. Ez a harmadik ilyen előterjesztés, amit meg kell említenünk, Károlyi Mihálynak a szobrának az eltávolítása, amit üdvözölve veszünk. Viszont a haszonbérlettel nem értünk egyet, hanem ajándékozzuk Siófok város önkormányzatának, hogy véleményünk szerint idegenforgalmi szempontból sokkal több értelme van oda ajándékozni Siófok városnak a Károlyi szobrot, mert így minél több külföldi turista láthassa, hogy kinek köszönhető Magyarország mai napig tartó hanyatlása.